Érdekes, hogy tehát a versmondás önmagában nekem nem az életem része. Mondhatták, hogy színész vagyok, és hát a minden nap szép irodalmat és verses könyveket olvasok, ez nem igaz. Sőt, szinte egyáltalán, szinte alig. De amikor meg oda kerülök, akkor meg mindig úgy vagyok vele, mint a palacsintával, hogy nem bírom abba hagyni. Az első gondolatom az volt, hogy nem ezeket akarom mondani, és az az Arany Jánosnak a válaszlevele arra a verse, amit Petőfi írt neki a Toldiról. A Toldihoz, illetve Arany Jánoshoz. És az nem volt benne a bizottságnak az ajánlásában, illetve a keresésben. És hogy nagyon-nagyon sajnáltam, hogy a fene egye meg, mondom, ezt nem tudom elmondani, mert ez egy nagyon jó, Aranynak egy rendkívül szellemes, és a humoráról annyi mindent elárul, hogy micsoda pali volt ez. Meg arról a furcsa, érdekes barátságról, hogy van egy ilyen rockzenész, mint a Petőfi, és van egy ilyen Tudományos Akadémia titkára Majdan, vagy főtitkára Majdan, és hát ezek milyen barátságot köthetnek, és mégis volt. Ez a vers nagyon érdekesen szól erről. És aztán nézegettem, és mondom, hát végül is ezek se rosszak. És azt hittem, hogy na, akkor hát ezt most megkaptam hétfőn, majd pénteken felmondom, és akkor elmegyek, és megvannak a stúdióid, mondom, elmegy. És nem is tudtam elmenni, vagy valakom közben is csúszott, és akkor pénteken ezért még egyszer belenéztem, mondom, úristen, hát ezt én átnéztem, de hát ez semmi közöm. Ezt én csak átnéztem, de igazából, hát hogy mondjam, nem ment át rajtam. Aztán lemondtam a időpontot, akkor kerestünk még egyet, elkezdtem rajta nézni, mondom, húristen, hát ez sokkal nagyobb hegy, mint amit én gondoltam. Valamilyen szinte meg kell tudni élni. És nem volt hozzá közöm. Az egyik a képmutogató volt, a másik egy töredék, és a harmadik pedig a Petőfinek a levele, illetve verse az Aranyhoz. A Toldi miatt, a Toldi kapcsán. Hát picit van hozzá közöm, mert a Toldit éppen játszom a Pesti Színházban, tehát még van is súló fogalmam. És akkor azt is lemondtam. Pár napja mondtam föl, és nem biztos, hogy már megérett bennem, de az biztos, hogy a két hónappal ezelőtti önmagamhoz képest százszor jobban mondtam el. Az nem azt jelenti, hogy jól. Én mindig a verset azt valamilyen módon magamra húzom, magamra rakom, mert csak akkor fogom tudni élvezni. És ez lehet, hogy egy erőszaktevés, lehet, de hát azok a verseket élvezem, amikben megtalálom önmagam. Egyébként, meg ha megtalálom benne önmagam, akkor ebben a költővers, meg én találásban lehet, hogy aki hallgatja, az is megtalálja a saját indulatát, bánatát, szerelmét, veszteségét, örömét és halálát.